emberek, magyarok, szorongó szívvel kívánjuk minden ott rekedt magyar testvérünknek és itt élő románnak egyaránt a közénk állott országhatár ne okozzon nekik se lealázást, se elnyomást. Mi, alkotó magyar fiatalság, letesszük és elhozzuk egy helyre szent fogadalmunkat. Részt kérünk a munkából, hogy a magyar nemzet minden fia Szent István birodalmában a határokon belül üdvözölhesse nem sokára, mielőtt a teljes feltámadás! Nem csak a Hargita tért vissza, hanem maga Ábel is visszatért. Azután eszébe jutott neki, hogy támadást csináljon. Vajon minden terület visszatérte a magyar hazához olyan területek, amelyen ő járt? Akkor eszébe jutott, hogy Amerika se tért vissza, de Dél-Erdély különösen nem tért vissza. Akkor azt gondolta, hogy Amerikát nem bánjuk még, de Dél-Erdélyt azt semmi esetre soha nem fogjuk hagyni. Tovább gondolkodott, s azt jutott eszébe, hogy Surgyilánt fel fogja keresni, akivel együtt szenvedett a Hargitán, és meg fogja neki mondani, hogy most már ide, Észak-Erdélybe a magyarok bejöttek, és őt fel akarják kérni arra, hogy miután a muszkát őt megborotválták, s nagyon jó színben van, menjen el Dél-Erdélybe, és mondja meg ottan a románoknak, hogy térjenek vissza a magyar impérium alá, mert ott nem lesz nekik rossz dolguk, hiszen az igazságot is meg lehet szokni. Tábornok úr, kedves magyar testvéreim! Hét ősi magyar város polgársága nevében, mint a városnak 22 év előtti magyar polgármestere, szívem legnagyobb szeretetével üdvözlöm a hosszú napság alól felszabadító vidész honvédeinket. Régóta vártuk ezt a szent pillanatot, melynek örömét s a bennünk túlárazó érzelmeket szavakkal kifejezni nem tudom. Megindult szívvel, kitárt sarokkal köszöntjük édes magyar hazánk vitéz katonáit. Elhoztátok nekünk a szabadulást. Kikiálthatjuk a világnak, hogy magyarok vagyunk. A trianon igazságtalanságát tettük. Elérkezett végre Isten segítségével az idő, amiben törhetetlenül bíztunk, és rövid ember életünk minden reménységével vártunk. Örömkönnyekkel szemünkben, boldogan hónya magyar szó szabad, és megaláztatásunknak, üldöztetéseinknek vége. Mély hálával a mindenható iránt, aki sorsunkat úgy intézte, hogy a történelmi perceknek tanúi lehetünk, hála kelszívvel gondolunk az első magyar emberre, Nagybányai Vitéz Horthy Miklós kormányzóra! Már fölhangzik a szívekből az éljen, fölzúg a szívekből a dicsőséges ünneplő kiáltás, amely fogadja Magyarország kormányzóját, az országgyarapító Horthy Miklóst, a magyar hadsereg legfőbb hadurát. A gépkocsik még meglassították a menetet, egészen lassan, lépésben jönnek. Most érkezett oda az első három kocsi a székelyek csoportja felé, akik zászlóikat lengetik, meghajtják, kalapjukat leveszik, a lányok és asszonyok kendőt lopogtatnak a kocsik felé, és rivalgva éljenzik, ünneplik a kormányzó rőfőméltóságát. A zenekar játszani kezd, és meg felharsan a himnusz imádságot dallam.
Hogy itt végig tekintesz a házok során, a magyar zászlóknak egész erdejét látom, és a magyar zászlók mellett mindenütt ott lóg a horogkeresztes német zászló. Majdnem minden házon van horogkeresztes zászló is. A magyar és a horogkeresztes zászló itt a Városháza erkélyein ölelkezik az olasz zászlóval is, mint ahogy a díszítésben mindenütt láthatjuk Horthy Miklósnak, Hitler Adolfnak, a német birodalom vezérének és kancellárának, valamint Benito Mussolininek, az olaszok dúcséjának a képét. Alázatos és imádságos érzéssel köszönjük a mindenható Istennek, hogy adott nekünk erős hitet, amely nem tűnt meg benne bízni, hogy adott nekünk el nem múló reménységet magyar fajtánk örökké való igazságában, hogy adott nekünk elég életerőt ahhoz, hogy ami dönt, testi és lelki üldöztetéseket és sanyargattatásokat elszenvedve itt állunk, műveltségünkben és földi javainkban leszegényedetten, boldogan és büszkén mondhatjuk, hogy ősi erdélyi hagyományainkat megőriztük, sőt, a szenvedések acél fürdőjében megedzett magyar mi voltunk, mélyebb és gazdagabb lett!